Szoborbútoroknak nevezi tárgyait Sprock Antal, aki gyerekkora óta a fa bűvöletében él. Különleges egyedi bútoraival berendezett házában alakította ki műhelyét is, ahol időről időre újabb csodák születnek. A gyermeklelkű mester valóságos mesevilágot teremtett maga körül. Harminc évvel ezelőtt költöztünk Budapestre. Az volt az első számú szempont, hogy anyagiak hiány, olyan házat tervezünk, amit én magam meg tudok csinálni. Több mint 60 köbméter fát építettem be. De hát ez egy nagyon szép időszaka volt az életemnek, nagyon szerettem ezt csinálni, ez egy látványos dolog volt. Az első faragásait még a nagymágocsi szülői házban készítette. A Csongrádi Faipari Iskola és a Soproni Faipari Egyetem már kijelölték az utat, amelyen haladni akart. Először bútorgyártással foglalkozott, de a nagyüzemi termelés untatta. Később megrendelésre készített egyedi bútorokat, azonban ennél is többre vágyott. Leginkább örömet akar találni abban, amit művelt. Nagyon sok órát szoktam naponta dolgozni, de ha ezt jó kedvel és szeretettel csinálja az ember, akkor nem számít, hogy mennyi energiád megy rá. Úgyhogy egyik oldalról nézve ez infantilis játék, a másik oldalról nézve meg napi kemény, sok órás munka. Első szoborbútorával 1988-ban a kölni bútorkiállításra is beválogatták, ahol alkotása jó pénzért el is kelt. Ezután merült bele igazán a nagy kalandba, az újabb és újabb szoborbútorainak kitalálásába. Nem is tudom pontosan, de 70 és 80 között van azoknak a fafajoknak a száma, amikből eddig dolgoztam. Ezekből csináltam is egy ilyen kis fakocka gyűjteményt. Néha elviszem kiállításra, mert ez informatív tud lenni, vagy érdekli a látogatókat. A mai napig is lázas izgalomba tudok jönni, ha egy-egy újfajta anyag kerül a kezembe. Egy művésznek mindig különleges tapasztalat a nézőkkel való találkozás. Még akkor is, ha teljesen eltér a véleményük a kiállított műtárgyakról. Egy régi kerítés elemeit faragtam meg egy kicsit, a kerítés deszkáit vagy léceit egy kicsit úgy megfaragtam, és ebből egy kicsit kilógott a sorból ez a darab a többi mívesen kidolgozott szoborbútorhoz képest. Mindenesetre volt, aki azt mondta, hogy ezen az úton menjek tovább, volt, aki azt mondta, hogy ez nem passzol ebbe az egészbe, sőt azt a jelzőt írták be a vendégkönyvbe, hogy egy kicsit gagyi. De mindenesetre a következő kiállítása, ami hát az eddigi legnagyobb kiállításom volt Németországban, mégiscsak elvittem ezt a kerítést, és az első darabok között volt, amit megvett a világ egyik legnagyobb műgyűjtője. Most éppen a német mecénás megrendelésére annak múzeumába készít 7 kiállítási tárgyat. Az amerikai diófából készülő asztal darabjait már összeragasztotta. A száradás után jön a megmunkálás legélvezetesebb része. Mint a gyerek a legóból, ahogy a képen is látszik, így összeragaszgatom, összetömbösítem ezeket az elemeket, és ezzel biztosítom azt, hogy ne vetemedjen és repedjen a későbbiek során. Szóval különböző szerszámokkal történő megmunkálás ezután következik. Az már egy élvezetes, látványos fázis. Ehhez a ragaszgatáshoz sok idő és türelem kell, mert itt tökéletesnek kell lenni az illesztéseknek. Az utóbbi hónapokban azonban a faműves mester nem kiállításra készült, nem is megrendelésre gyártott szoborbútorokat. Teljesen más foglalkoztatta, ugyanis a családból kiröppenő nagylánya lakását rendezte be az egyedi alkotásaival. Már 15 évvel ezelőtt megbeszéltük azt, hogy ha majd egyszer úgy alakul, és neki egy önálló lakása lesz, akkor persze majd én csinálom a bútorokat. Neki voltak vágyai, például az, hogy baldainos ágyat szeretne. A konyhába organikus bútort készített. Erre évekig gyűjtögette a szinte megfizethetetlenül drága faanyagot. Azt sem bánta, hogy olyan ébenfával dolgozik, amely fahibákat tartalmaz. Én ezeket nem kidobni szoktam, hanem inkább kipolyentírozni. Úgyhogy ezek a fémberakások
egy-egy fahibának a kiavításaképpen születtek. És hát mivel a cápa, a Panika lányom kedvenc állata, bele is martam és kiöntöttem fémmel ezt a kis cápát, aminek hát persze örül. Sprok Antal ötletes szoborbútorai ma elsősorban külföldön találnak gazdára. Nem véletlen, hiszen a műfajában nem igazán lel versenytársra. Ez a sajátos életútnak köszönhető, hogy a bútoros tapasztalatok és a figurális, mondjuk így, hogy a képzőművészet iránti vonzalom így valahogy összeért, és ezt a két dolgot tudtam kombinálni. Hát azt hiszem, nagyképű dolog lenne azt mondani, hogy műfajt teremtettem, de hát lehet, hogy valahol mégiscsak így van.